Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Azt a hírt kaptuk, hogy plébános úr nem fog tudni jönni, úgyhogy megpróbáljuk őt helyettesíteni, és bár nem készültünk prédikációra, egy nagyon rövid pár gondolatot azért hozzáfűzünk az igéhez. A kezdő énekünket lapozzuk fel, amely az énekfüzet 266-os, illetve német nyelven a 251-es éneke, és a kijelölt verseket énekeljük mind el. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Segítségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zarándok ének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret,
annak álmában is ad eleget. Von Salomo ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Sollen wir beten, imádkozzunk. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert nem tudok szabadulni bűneimtől. Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Érezzáj Gott in der Höhe, Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen. Ezért, szeretett testvéreim,
Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Gyertek testvéreim, feleljünk az igére, mondjuk el az egyetemes kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, énekeljük el a 230-as ének, szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő gyermekid, kezdetű ének első és második versét. Úgy beszéltük meg, hogy akkor én fogom kezdeni, és szeretném felolvasni még egyszer azt a két verset a Zsoltárból, amit erre a szép ünnepre választottam. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Kedves testvéreim, a
város képe, a város szimbóluma nagyon régóta hozzá tartozik az ember, az emberiség életéhez. Hiszen úgy, ahogy a teremtés történetben a házasságnál már szó van arról, a házasság szerzésében szó van arról, hogy nem jó egyedül lenni, úgy nagyobb közösségre is szükségünk van. És ez a nagyobb közösség tud segíteni, segítséget adni. Ez a nagyobb közösség tud megtartani a bajban. Ez a nagyobb közösség tud olyan pluszt hozzátenni az ember életéhez, amelyben megoszthatjuk egymással az örömeinket, a jó dolgokat is. Úgy gondolom, hogy mikor 10 évvel ezelőtt várossá lett Nagymányok, akkor sokan mosolyogtak ezen. Nem biztos, hogy szép dolog innen bevallani, de egy kicsit én is. Hiszen a kisebb településeken, falvakban, községekben olyan közeli kapcsolatok tudnak kialakulni, ami által az ember picit másképp éli meg a találkozásokat. Közelebb vagyunk egymáshoz. Ha az utcán találkozunk, akkor beszélgetünk egymással. És a város képe az ehhez képest jelentősen nagy különbség. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, én úgy gondolom, hogy ez a mosoly nem lehervadt az arcunkról, de talán megváltozott. Egyre büszkébbek lehettünk arra, hogy olyan sok minden épült, fejlődött, és reméljük, hogy ennek még nincsen vége, hogy munkahelyek létesültek, hogy nagyon sok fiatal ide költözött, és talán mondhatjuk azt, bár nem tudok statisztikai adatot, de megifjult a település. Biztos vagyok benne, hogy kritikus hangot is meg lehetne szólaltatni, hiszen emberek vagyunk, és nem minden sikerül tökéletesen. De úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik az emberi léthez, és bármely nagyobb városban járunk, ott is vannak kritikus hangok a városnakók szemszögéből nézve, és biztos vagyok benne, hogy ha az ember arra tekint, hogy mi a rossz, akkor észre fogja venni. Ha viszont arra tekint, hogy mi a jó, azt nem csak észreveszi, hanem szebbé teszi az életét. Salamon arról beszél, hogy a várost nem csak az embereknek kell építeni. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Ez egy fontos figyelmeztetés. Ha Istent hagyjuk hatni az életünkben, hagyjuk hatni a közösségeinkben, az olyan erőforrás, amivel számolnunk kell, amivel terveznünk kell, ami áthathatja a mindennapjainkat is, a legkisebb dolgokig. Ezen a szép ünnepen ezért azt szeretném kívánni. Örüljünk annak, amit sikerült elérni, és hagyjuk munkálkodni Istent a városunk életében. Ámen. Még egyszer szeretném felolvasni az igét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 15. fejezetét, annak az utolsó versét. Ezért, szeretett testvéreim,
legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Szeretett testvéreim, ez az ige akkor hangzik el, amikor az ember az életút végére gondol, és az életút végére ér, amikor úgy körülnéz, visszanéz arra az útra, amit megtett, körülnéz maga körül, mit tettem, mit csináltam, mit építettem, és amikor az ember nagyon nekikeseredik, és nagyon nagy fájdalmai vannak, mert jön a lemondás, és jön a vég, akkor hangzik el, amikor Pál apostol a halálról és a feltámadásról, az új életről beszél, és vidáman azért, atyám fiai, buzgolkodjatok rendíthetetlenül, legyetek szilárdak, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Pál apostol idézi, ha jól emlékszem, ebben a levelében egy abban a korban is ismert megállapítást, talán egy verset, hogy minden dolgoknak kezdete jobb annak végénél, és most, ahogy a Zsoltárt is hallottuk, Pál apostol szinte ugyanúgy válaszol, mert ez a Zsoltár sem arról beszél, hogy hiába való, hanem pontosan arról beszél, hogy az Úr épít. És ha az Úristen építeni akar és növelni akar, akkor én ebben a munkában részt tudok venni. És legyen áldott az Isten azért, hogy belefon engem az ő munkájába. És az én munkám pontosan azért, mert az Istennek ez az akarata, hogy nőjön, növekedjen, gyarapodjon, szebb legyen a világ, hogy a faluból város legyen, hogy mindig, ahogy az olimpiai jelszó mondja, gyorsabban, magasabbra, erősebben, hogy mindig lehet valamit hozzátenni, hozzáadni ennek a világnak az életéhez, és én nem a tegnapnak, és nem a lemondásnak az embere vagyok, hogy semminek nincsen értelme, meg úgyis megesznek minket a kukacok, hanem ahogyan a temetőben láttam, olvastam, már gyerekként is lelkésznek készültem, és gyakran kerestem fel a temetőt, órákat töltöttem el ott, bolyongtam, néztem a sírokat, olvastam a sírfeliratokat, és az egyik nagyon megragadott engem, hogy éppen ott a halál helyén, amikor már mindenki csak azt íratja, hogy elmentél, és már nem jössz vissza. Olvasom az egyiken, valószínűleg egy amerikai irodalmi műből vette, a gyepreki grén, megtettük az utat. Hogy értelme volt az életemnek, hogy adtam valamit ehhez a világhoz, hogy növelhettem nagymányokot, polgármesterként, képviselőként, tanárként, orvosként, lakosként, hogy az én munkám, a te munkád ugyanúgy benne van, ez a mi együttes munkánk, mert minket megelőzött az Isten az ő szeretetével, elhívott, elküldött ide helyezett, hogy én is növelni tudjam, és ez az érzés megmaradjon benned és bennem, most és mind örökké. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, Tiéd a hálaadásunk mindazokért a javakért, amelyekkel életünket ebben az elmúlt 10 évben is gazdagítottad. Köszönjük a lehetőségeket, köszönjük az épülést.
Köszönjük azt, hogy hálát adhatunk a fiataljainkért, hálát adhatunk azért a sok mindenért, épülésért, ami mögött sok-sok embernek a munkája és jó szándéka van. Köszönjük, Urunk, hogy erre Te is mind igent mondtál. És egyben kérjük, hogy maradj velünk a következő évtizedekre, sok-sok évre, nem csak velünk, hanem utódainkkal. Őrizd meg nagymányok népét szeretetedben, és vezess minket, mindannyiunkat el abba a városba, az örök városba, amelyet megígértél számunkra. Ámen. Urunk, hálás a szívünk azért, hogy mielőtt léteztünk volna, mielőtt hegyek lettek volna, Te már voltál. Otthont készítettél nekünk, helyet készítettél, és amikor megformáltad, már készen várt bennünket minden, és előre elgondoltad az életünket, ahogy a Zsoltáros mondja, még meg sem voltam, és Te már láttad alaktalan testemet, Te már ismerted az arcomat, és ma is tudod a gondolataimat, tudod az éjszakáimat és a nappalaimat, a félelmeimet és az örömeimet, és vezetsz, hogy a félelmeim lassan-lassan elmaradjanak mögöttem, és az örömök kísérjenek, és az öröm megmaradjon bennünk mind örökké. Amen. Amen. Kijelölt énekünk a 230-as ének következő két versét énekeljük, harmadik és negyedik versét. Imádkozzunk. Mennyei atyánk,
hálát adunk azért, hogy mint gyermekeid jöhetünk hozzád. Itt vagyunk örömeinkkel és terheinkkel együtt. Köszönjük, hogy egymástól eltérő tapasztalatainkkal együtt mindannyian a te családodhoz tartozhatunk. Atyánk, te új életet teremthetsz. Újíts meg lelkeddel. Megemlékezünk a magukra maradottakról és a kitaszítottakról. Adj nekünk nyitottságot és érzékenységet, hogy megértsük az ő jelzéseiket. Segíts figyelmesen és türelmesen bánnunk egymással. Megemlékezünk azokról, akik aggódnak, akiket a gond és a félelem összezúz. Imádkozzunk azokért, akik elvesznek a munkában és a sok elfoglaltságban. Atyánk, te új életet teremthetsz. Újíts meg lelkeddel. A világ tele van ajándékaiddal. Imádkozunk azokért, akik nem látják meg jóságodat. Kiáltunk hozzád azokért a testvéreinkért, akiknek a világ csak durva pusztaság, s akiknek élete folyamatos küzdelem. Segíts minket átvállalni valamit az ő terheikből, hiszen mindjárt az emberiség részei vagyunk. Atyánk, te új életet teremthetsz. Újíts meg lelkeddel. Imádkozunk azokért, akik hatalmat gyakorolnak. Adj nekik bölcsességet, hogy minden egyes életben meglássák a pótolhatatlan kincset. Nyisd meg azoknak szemét, akik nem érzik felelősségük súlyát. Nyisd meg azoknak fülét, akik nem hallják meg a világ csöndeseinek hangját. Ha pedig mi hozunk döntéseket, szabadíts meg az önfejűségtől és saját hasznunk keresésétől. Atyánk, te új életet teremthetsz. Újíts meg lelkeddel. Te jelen vagy életünk minden színterén. Látod a gyermeket, aki anyja ölében nyugszik, a fiatalt, aki keresi önmagát és önmaga helyét, a felnőttet, akit a felelősség nyomaszt, s látod az aggot, akinek ereje fogytán és magánytól szenved. Látod, atyánk, minden szerettünket, akiért most csöndben imádkozunk. Könyörgünk a halálra készülőkért. Örök békét és nyugodalmat adj nekik, Urunk. Atyánk, te új életet teremthetsz. Újíts meg lelkeddel. Istenünk, te vigasztalsz minket, ahogy édesanya vigasztalja a gyermekét, s mint atya, úgy ölelsz át karoddal. Életünkben és halálunkban reád bízzuk magunkat Jézus Krisztus által. Amen. Atyánk, te új életet teremthetsz, újíts meg lelkeddel. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A fiúnak kegyelme, az atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged.
Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva, fogjuk énekelni a záró énekünket első négy versével, és szeretném megköszönni mindazoknak a közreműködését, akik a mai istentiszteletet, szabadtéri hálaadó istentiszteletünket segítették, úgy a felolvasóknak, igehirdetőknek, mint a berendezőknek, technikai munkatársaknak. Énekeljük záró énekünket.